Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Solt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozottatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Cigány ki mit tud Solt Vadkerten? Oktoberfest a plébánia udvarán. Mesemondó verseny a Művelődési Házban. Közel 150 gyermek a Bozsik programon. A hétvégén Cigány ki mit tudnak adott otthont a Művelődési Ház. Az eseményen mi is ott jártunk kameránkkal. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Isten hozta önöket Soltvadkerten, Soltvadkerten a bor és a fagylalt fővárosában. Az idei évben a városunk avatásának 25. évfordulóját ünneplő Soltvadkert város és Soltvadkert város önkormányzata nevében én nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Bács-Kiskun megyei Roma ki mit tud minden kedves résztvevőjét, mindazokat, akik elfogadták erre a rendezvényre a meghívást, és eljöttek ide Soltvadkertre azért, hogy bemutassák azt nekünk, nézőknek, résztvevőknek, hogy mennyi tehetséggel ajándékozta meg önöket a Teremtő Isten. Én azt gondolom, hogy tudjuk mindannyian, hogy több mint 7 milliárd ember él ezen a földön. És olyan csodálatos, hogy nincs két mindenben egyforma ember. És az is egy csodája a teremtésnek, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, és ennek a 7 milliós vagy milliárdos teremtett ember tömegnek a részesei vagyunk, tudhatjuk azt, hogy mindannyiunknál különböző értékek vannak. Nincs egyetlen ember sem, akibe ne lenne valami ajándék elhelyezve. Én nagyon örülök annak a lehetőségnek, és külön szeretném megköszönni ennek a mai megyei Roma ki mit tud szervezőjének, rendezőjének azt, hogy teret adnak annak, hogy ezek a tehetségek, ezek az ajándékok kibontakozzanak. Külön szeretném megköszönni azokat, akik hallottuk, hogy több mint 50-en jelentkeztek arra, hogy bemutassák azt, hogy milyen értékek, milyen ajándékok birtokosai. És mindezt azért teszik, hogy mi mindannyian örülhessünk ezen a mai napon és ezen a mai délelőttön vagy délutánon. És szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik azért vannak itt, hogy örüljenek, hogy mai napon együtt örüljünk és együtt ünnepeljünk. Én azt kívánom, hogy éljük át mindannyian azt az élményt, amelyet egy bölcs valamikor így fogalmazott meg, hogy aki feladja, az vesztes, a többiek azok mind győztesek. Az, hogy ennek a mai megyei Roma ki mit tudnak, ki lesz a győztese, azt majd itt a tisztelt zsűri el fogja dönteni. De nekem az a reménységem, hogy mindazok, akik eljöttek ide Soltvadkertre, ki mit tud résztvevőiként, megmérettetésen résztvevőként és nézőként, mindannyian nyertesekként fognak vagy fognak majd hazamenni, hiszen nagyon sok élménnyel gazdagodhattunk ezen alapon. Én köszönöm ezt a lehetőséget, és kívánok minden kedves résztvevőnek kellemes, együtt töltött időt, a fellépőknek, a megmérettetésen résztvevőknek pedig sok sikert. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Horváth Szilvesztert, a Bács-Kiskun megyei cigány önkormányzat elnökét köszöntőjének megtartására. Szasztia Baktár Tamisával, a drága szóta dőlt és utítom, és sok szeretetek, köszöntök mindenkit. Engedjétek meg, hogy azzal kezdjem a mondókámat,
hogy tegnap Baján a Bács-Kiskun megyei közülés átadta a megyei díjakat. És ezzel szeretnék büszkékedni, itt van köreinkben Kolompár László, kérem álljon föl, aki megkapta a nemzetiségi díjat, egy nap tartsok neki. Kis ajándékkal kedveskedtem neki. Viszont szeretném egy kicsit büszkékedni, és segítséget kérni tőletek. Köreinkben van Kunhegyesi Feró. Ő jelölve van a megyei prímadíjra. És megkérnék mindenkit, hogy 2018. november 14-ig lehet rá szavazni a Facebookon. Úgy kell beütni, hogy prímadíj jelölt, és Kunhegyesi Felóra szavazzatok, hogy legyünk büszkék arra, hogy itt van köröttünk egy művész, és megkapja ezt a díjat. Egy nagy tapsot ő is megérdemel. Köszönjük szépen! Alezeres úr, polgármester úr, alpolgármester úr, képviselőrök, képviselőasszonyok, kedves közönség, kedves gyerekek, versenyzők, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Igazából nem szeretném húzni a szót, csak azt szeretném mondani, hogy amióta én vagyok a Bács-Kiskun megyei cigány önkormányzat elnöke, persze vannak segítőim, akik segítettek ebben, elértük azt, hogy egyre több egyesület, kulturális egyesület, egyre több hagyományőrző táncegyüttes, egyre több zenekar alakul meg, és egyre több rendezvény is van a megyénkben. Akkor abban az évben meghirdettük a közösség teremtés évét és az összefogás évét. Hát jelentem, ez 98-99%-ban sikerült, hiszen mindegyik képviselő elmegy minden rendezvényre, ott vagyunk, ismerjük egymást. Itt is, ha körülnéztek, szinte idegen nincs is, mert mindenki ismeri egymást. Ez a közösség teremtés. Most már nem az a feladatunk, hogy közösséget teremtsünk, hanem az, hogy ezt ápoljuk és megerősítsük. És sokszor el szoktam mondani azt, hogy amelyik nemzetiségének nincsen kultúrája, hagyománya, az megszűnik létezni. Tehát Bács megyében ez a veszély nem áll fönt, mert azért vagyunk, közösen ezt megoldjuk. Az a lényege ezeknek a rendezvényeknek, hogy beszéljünk egymással, ne telefonon, ne e-mailen, hanem szóba, hiszen így értsük meg egymást, megkérdezzük egymástól, hogy hogy vagy, hogy van a család, ez emberi, és ez a közösségteremtés, az összefogás. És az összefogunk, akkor az összefogással nagyon sok, nagyon nagy eredményt tudunk elérni. Végezetül azt kívánom mindenkinek, hogy a közönségnek, hogy nagyon jól érezze magát, a versenyzőknek színvonalas versenyzést kívánok, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen elnök úrnak, és most szeretném fölkérni Szűcs Csabát, Kiskun Halas alpolgármesterét a köszöntőjének megtartására. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, alezredes úr, őrnagyasszony, tisztelt elnök urak, kedves gyerekek! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nekem előjáróba mondták, hogy ne beszéljek sokat, ezért megpróbálom ezt most betartani. Csak elnök úrhoz tudok csatlakozni, hiszen azt gondolom, hogy a tehetség az nem attól függ, hogy ki milyen származású. Rengeteg tehetséges gyerekünk van, és azt gondolom, a mi feladatunk, akár roma politikusoknak, akár városvezetőknek, hogy ezeket a gyerekeket tudjuk segíteni, ki tudják bontakoztatni azt a tehetséget, amiben ők egyébként jók. És azt gondolom, hogy ez a négy kategória, ami máma itt lesz, ugye vers, tánc, ének, és mi a negyedik? Zene, igen. Azt gondolom, hogy a roma társadalomhoz ez áll talán a legközelebb. És azokat a gyerekeket, akik egyébként ma itt nem lesznek első helyezettek, de azt gondolom, hogy akár a zsűri, akár nekünk fel kell őket karolnunk, és tovább kell őket fejlesztenünk, és ebben kell kérni mindenkinek a segítségét, hogy igenis minden egyes segítséget meg kell ezeknek adni. És azt gondolom, amit elnök úr is mondott, hogy a cigány kultúrát azt ápolnunk kell, a cigány kultúrát át kell adnunk egyébként azoknak a fiataloknak, akik a következő generációt képviselik, hiszen
az elődeink ránk hagytak valamit, és nekünk ezt ápolni kell, nekünk ezt fejleszteni kell. Nem szabad hagyni, hogy a cigány kultúra eltűnjön, hiszen ez is egyébként Magyarországnak a részéhez tartozik maga a cigány kultúra. Azt gondolom, hogy enélkül Magyarország nem lenne ilyen gazdag, amilyen. Úgyhogy van feladatunk. A mai naphoz tényleg én is jó szórakozást kívánok. A gyerekeknek, azoknak, hát legyetek ügyesek, ne izguljátok túl, és ne keseredjen el az, aki esetleg itt most nem lesz első. Aki pedig az országos döntőben tudja képviselni Bács-Kiskun megyét, én annak előre is gratulálok, és a jövő hét szombatihoz pedig nagyon sok eséllyel, nagyon sok reménnyel azt kívánom neki, hogy állja meg ott is a helyét. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek. És akkor Farkas Krisztián következne. Az ő felkészítője Farkas Ferenc és Rostás Csaba, egy kisfiú ő, aki cigány autentikus táncot fog előadni. Tehát Farkas Krisztiánt várjuk, és utána következzen Kaló Izabella, úgyhogy legyen kedves ide a várakozóba fáradni. És most kapom az információt, hogy 11 éves a fiatalember, fogadják sok szeretettel. A Soltvadkerti katolikus plébánia udvarán szervezte meg az egyházközség az Októberfestet. A rendezvény keretein belül jótékonysági vásárt és kamrakincsei kóstolót tartottak. Volt zene, forralt bor, csapolt sör, sült alma, palacsinta, gofri és sült hús is. A jótékonysági vásár bevételét a templom és az orgona felújítására fordítják majd. Azt hiszem, hogy az időjárás nagyon kegyes ehhez a mai rendezvényhez, hiszen itt vagyunk lassan október közepén, és gyönyörűen süt a nap. Ezt megrendelték valahol? Hát, ha nem is rendeltük meg, de fohászkodtunk érte, hogy ez így legyen, és úgy gondolom, hogy a fohászok célba jutottak, hiszen tegnap is rossz idő volt, meg holnapra, és ezt mondják, hogy ez várható. A legutóbb találkoztunk, akkor még nyár volt, vagy nyár eleje.
akkor egy juniálison voltunk itt. Mi volt annak a rendezvénynek a visszhangja, hiszen ugye az első alkalommal került megrendezésre? Hát a visszhangját azt már itt hallottuk, hiszen mindenki azt kérdezte, aki köszönt, elbúcsúzott, hogy mikor lesz a következő. És hát utána is napokig nagyon pozitív volt a visszhangja, és ezért gondoltuk, hogy ősszel is rendezünk egy hasonló rendezvényt. Én tulajdonképpen tudom, mi a célja egy ilyen rendezvénynek, de úgyhogy álnaív lesz a kérdés, mi a célja egy ilyen rendezvénynek? Hát mindenek előtt a közösségépítés, hát hogy az emberek találkozzanak, beszélgessenek egymással, és legyen egy olyan kötetlen alkalom, ahol több időt együtt töltünk, és építhetjük a kapcsolatainkat egymás között. Nekem nagyon tetszik az, hogy sok-sok fiatal van, általános iskolás, középiskolás korú gyerek, idősebbek itt vannak. Mindenki meghívást kapott a városból, vagy csak az egyház közösségen belül hirdették? Hát nem csak az egyház közösségen belül, iskolában is hívogattunk más felekezetőeket is, vagy itt az utcában is megszólítottunk, tehát teljesen nyitottak vagyunk a nem katolikusok felé is. Mikor juniális volt, akkor éppen több kondérban finom pörköltek készülnek, most nem látok kondérokat, vagy még nem néztem eléggé körbe? Hát most egy kondérban, slambuc van, azt fogjuk majd kóstolni, illetve a kamra kincseit kóstoljuk most így ősz révén, amikor már lassan a befőzések lezajlanak, és a lekvárokhoz palacsintás sütöttünk, illetve gofrisütés lesz, a befőtő savanyósághoz pedig grillezés lesz. Ugye elég sokan vannak már, egy ilyen rendezvényt megszervezni nem könnyű dolog, kik voltak a segítségére? Hát a képviselőtestület tagjai, illetve hát sok-sok önkéntes bevontunk, akik hozták az ötleteiket, illetve segítségüket, a munka erejüket. Mi fog ma itt történni? Most ugye gyülekező van, lassan elmúlt 3:30, ezután mi lesz a program? Hát igen, elindult az élő zene, ez a juniálison nem volt, ez egy új eleme a programunknak. A zenész most ad egy kis koncertet, és hát utána pedig igen, háttérzenét fog szolgáltatni. Aki szeretne táncra perdülni, természetesen arra is van lehetőség. Lekvárvásár is van, ez jótékonysági cél, ezt a templomunk felújítására fordítjuk, illetve hát a gyerekprogramok is fontosak, kézműves foglalkozást szerveztünk a gyermekeknek, és hát lesz még néhány meglepetés is az este folyamán. De ugye juniálisnál ugye a vége felé már kérdezték, hogy mikor lesz a következő. Én most megkérdezem, hogy mikor lesz a következő, illetve mi lesz a következő olyan esemény, amit a katolikus egyház szervez itt Solt-Vadkerten? Szeretnénk következőt szervezni, hát nyilván majd valószínűleg a jövő tavasszal lesz a juniális, vagy majális, majd még eldől, hogy melyik hónapban lesz majd megszervezve, és hát igazából a most következő, ami inkább ilyen templomi rendezvény lesz, a Mindenszentek Halottak napjához kötődően az özvegyek megáldása, az november első vasárnapján lesz a templomunkban. A kamra kincsei kerültek itt az asztalra. Ez hogy jutott eszetekbe, hogy miről jutott ez eszetekbe? Az őszről egyszerű a válasz. Arra gondoltunk, hogy minden háziasszony biztos, hogy készít otthon mindenféle finomságot, és akkor ezt próbáltuk bemutatni itt, illetve vásárlásra is ösztönözzük a társaságot. És milyen kincsek kerültek itt az asztalra? Hát rengetegféle lekvár, érdemes körbenézni, mert nagyon különlegesek. Savanyúságokat hoztak, meg befőtteket. Te mit hoztál? Én lekvárt. Milyen lekvár? Hát a mákos szilvától, a mentás csokig, a hagymás szilváig, mindenféle. Én rengeteg különleges lekvárt szoktam elrakni, és akkor lehet, hogy innen is jött az ötlet, saját magamból kiindulva. Majd megkóstolom. Jó. Főznek itt, ha jól tudom, Bográcsban. Kik azok, akik a főzőmesterek, akik vállalták ezt a szerepet? Hát most a grillrács körül a férfiak topzódnak, ez az ő reszortjuk. Kolbászt sütünk, meg tarját, meg császárszalonnát, illetve Sárosiné piroskáék sejmesből egy nagy bogrács lambucot hoztak, úgyhogy ez lesz az esnek a kuriózuma.
Láttam ott egy adakozó ládát. Ennek a kamrakincseinek a bevétele milyen célra fog kerülni? A templomuk felújítására fordítjuk, illetve az orgonának a felújítására. Mind a kettővel elég nagy problémák vannak. Sok év elhanyagoltságát próbáljuk most egy kicsit helyrehozni, úgyhogy az összes pénzt erre fordítjuk most. Mit szólsz ahhoz, hogy ilyen sokan eljöttek? Nagyon örülök neki. Próbáltuk reklámozni, hát még több ember is elférne az udvarba, úgyhogy reméljük ez egy bevált rendezvény lesz, és minden évben többen leszünk. Az időjárás is kegyes volt hozzátok. Hát, nekünk jobban kell lenni az égiekkel. Az előbb, ahogy beszéltem az atyával, mondta, hogy ez az első ilyen rendezvény, sőt, ugye nyár elején volt juniális. Mit szól, polgármester úr, hogy egy újabb sótvadkerti közösség fog össze és szervez ilyen programokat itt a városban? Igen, hát sokat és sokszor megtapasztaljuk azt, hogyha valami ilyen munkánál egyedül vagyunk, az sok-sok nehézséget okoz. És én azt látom most itt az utóbbi évben a katolikus testvéreinknél, hogy nagyon komoly összefogás van. Csupán csak, ha valaki erre jár, megnézi a templomot kívülről, akkor már látja, hogy ennek az összefogásnak komoly eredménye is van. És ha még bemegy a templomba, akkor még több dolgot megtapasztalhat. És hadd csinálok egy pici reklámot is most, majd december, nem tudom, hanyadikán lesz az adventi hangverseny, a szokásos adventi hangverseny, december 14-e talán, de ez egy pénteki nap, majd mindenki megtalálja a naptárba. Ott már érezheti majd mindenki, hogy nem is olyan hideg ez a katolikus templom. Igazi meleg testvéri szeretettel várnak majd mindenkit, illetve várunk mindenkit. Padfűtést szereltek a testvéreink direkt azért, hogy még komfortosabb legyen ez a hely ilyen alkalmakra is. Természetesen legfontosabb az, hogy a misék alkalmával is olyan komfort érzete legyen a ide látogatóknak, hogy következőre is szeressenek visszajönni. De visszatérve ide erre, egy ilyen alkalom, mint ahogy volt a juniális is, megtapasztaltuk, hogy majd a fél város itt volt, itt a plébánia udvarán, és ha megnézzük, akkor egy ide után ez kicsi, de ha átmegyünk itt a kapun, akkor látjuk, hogy egy nagyon nagy udvara van a katolikus testvéreinknek, úgyhogy van még lehetőség a fejlődésre, és ha innen közelítem meg, akkor ennek a közösségépítő akciónak is még egy nagyon hosszú kifutása van, hiszen nagyon komoly események, illetve rendezvények helyszíne is lehet itt a plébánia udvara, kiegészítve a hátsó udvarral. Úgyhogy a juniálison is részt vehettünk sokunkkal együtt, és azt látom, hogy most még többen vagyunk, még többen leszünk, egy jó irányú elmozdulás ez, és hát ez még különösen nagy öröm, hogy ennek kézzelfogható eredményei is vannak, azon felül, ami szintén nagyon fontos, hogy a lelki közösség építésének is ez egy nagyon fontos alapja és feltétele. Mesemondó versenyt szerveztek az elmúlt héten óvodásoknak és általános iskolásoknak a Gyöngyház Kulturális Központban. Három korcsoportban mérettettek meg a gyermekek. Az óvodások közül az első helyen végzett Baumgartner Zsolt, második lett Trap Áron, harmadik pedig Szabó Gabriella, a különdíjas Zándori Zalán lett. Az alsó tagozatban az első hely Lavács Hannái lett, második lett Katona Imre, harmadik pedig Farsang Georgina. A felső tagozatosok között az első helyet Varga Bettina szerezte meg, őt követi a dobogó második fokán Krizsán Karolina, harmadik pedig Tóth Anna, a különdíjat Bartek Dóra kapta. A cigányügyvéd egy szegény ember 12 esztendeig szolgált egy kocsmárosnál. Kapott naponta 3 főtt tojást, meg ellátták ruhával is, de a kocsmáros pénzt nem adott neki, még egyetlen krajcát se. Azt mondja egyszer a kocsmáros...
Azt mondja egyszer a szegény ember a kocsmárosnak, hogy ő már 12 esztendeje dolgozik nála, mégiscsak megérdemelni, ha kapna valami fizetést. Erre a kocsmáros azt mondja, hogyha eddig nem adott, ezután se ad. Hát, ha nem adsz, én meg továbbállok, mondta a szegény ember. Avval ott hagyta a kocsmárost, és beállt máshoz dolgozni. De a kocsmáros nem akart ezt annyiba hagyni, beperelte a szegény embert, és azt követelte, hogy fizessen meg neki a kárát, mert ameddig nála szolgált, megevett ennyi meg ennyi tojást, pedig abból a tojásból mennyi csibe kelt volna ki, s az még mennyit tojt volna. Hú, megijedt erre a szegény ember, hát hogy fizesse meg ő azt, amit a kocsmáros követett? Elment ügyvédet keresni, de az mind sok pénzt kért. Utoljára találkozott egy cigány emberrel, az a felért elvállalta az ügyvédséget. Elmentek a tárgyalásra. A kocsmáros ügyvédje annyit beszélt, hogy még a bíró maga is azt mondta, hogy nagyon nagy károk azért a kocsmárosért, így a szegény embernek fizetnie kell. Akkor felállt a cigány ügyvéd is, aki vitt magával egy bögre főtt borsót, azt a kezébe vette, és azt mondta, hát már látom, hogy nincs igazság, engem mesi hallgatták, ha már az igazsághoz nem jutottam, haza is megyek. Itt van ez a bögre földborsó, azt én elvetem, legalább ennyi hadd legyen a szegény emberek, odaszólt a bíró. Mit vesz el földborsót, hiszen az nem kell ki, te bolond. Nem kér ki, hát az a fetolyás ki kellett volna, amit az a szegény ember kapott a kocsmárostól. Hú, megijedt erre a szegény ember. Hű, az anyja terem buráját ennek a cigánynak. Te neked van igazad? Hiszen a kocsmáros megfőzte a tojást, és úgy adta a szegény embernek. Abból csibe sose kelt volna ki, így aztán a szegény embernek. Nem kellett megfizetni a sok csibét, inkább a kocsmáros fizette ki a bért, amit eddig hiába kérlelt tőle. Azt a cigányal megfelezte, és boldogan élnek azóta is, ha meg nem haltak. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, programajánlónk következik. Október 29-én hétfőn 16 órától ismét cukorbetegek klubja dr. Bielkov Éva előadását láthatják és hallhatják a pajzsmirigyről és betegségeiről. Ugyancsak október 29-én hétfőn 9-től 12 óráig véradás lesz. Tudják, személyigazolványt és lakcímkártyát vigyenek magukkal. November 8-án csütörtökön pedig 14 órától versmondó verseny lesz, általános iskolásoknak már lehet készülni. A Soltvadkerti városi labdarúgópályán került megrendezésre a Bozsik program körzeti labdarúgó tornája. Az eseményen két korosztályban léptek pályára a fiatalok, a műfüves és a füves pályákon kialakított játéktéren. A Soltvadkerti foci suli rendszeres résztvevője és aktív résztvevője a Bozsik programnak. Ma éppen egy ilyen eseményen vagyunk. Hogyan léptetek bele ebbe a programba, és milyen szerepetek van egy ilyen utánpótlás torna megszervezésében, illetve a gyermekek fejlődését szolgáló programokban? Hát igen, mivel hogy az MLS, ez a Bozsik programjába szerepelünk,
kiemelt csoportként, tehát a Sótvatkerti csoportba 5 csapat tartozik bele, a Kiskörös, Kecel, Akasztó, a Sótvatkerti Téje és a Sótvatkerti Focisuli, és így az U6-7-nek és az U8-9-nek a Bozsik programjai szoktak szerepelni. Ez fél év alatt 4 őszi Bozsik torna van, és az MLS rendelkezése alapján ilyen összevont tornát kell rendezni, ami azt jelent, hogy a Kiskunfélegyházi csoporttal raktak össze bennünket, onnit is jött Lakitelek, Jászszent László, Bugac, Félegyháza, szóval ott is megvan az 5 csapat, és akkor így ilyen összevont fesztivált rendezünk az U6-7-es korosztálynak és az U8-9-es korosztálynak. Úgyhogy most, mivel a Sótvatkerti csoport szokta szétosztani ezeket a programokat, úgyhogy mindenkinek megfelelő legyen, így ezt a mostani tornát a Sótvatkerti Téje rendezi, és ők vállalták, hogy itt a városi sportpályán szuper körülmények között tudják megrendezni ezt az összevont fesztivált. Természetesen, mivel hogy ősszel 4 fesztivál van, 2 a Kiskunfélegyházi csoport kapott, 2 a Sótvatkerti csoport, egyiket így kapta meg a Sótvatkerti Téje, a másikat pedig a Kiskörös LC rendezte, úgyhogy így próbáltuk megoldani, hogy mindenkinek megfelelő legyen, meg szuper körülmények között tudjon részt venni ezen a tornán. A mai napon milyen korosztályok lépnek pályára, hány csapat és mennyi gyermeket láthatunk itt labdarúgás közben? Hát az U8-9-es korosztálya 2010-11-es születésűek vannak, az U6-7-es korosztály, az U12-13-as, ezek az óvodások meg az elsős évfolyamosok szerepelnek. Hát megközelítőleg biztos több mint 100 gyerek van. Én úgy gondolom, hogy az alsó korosztálynál, az U6-7-nél olyan 50-60 óvodás szerepel. Az U8-9-nél, én ott úgy gondolom, mivel 10 csapat van, ott egy 80-100 gyerek, tehát megközelítőleg egy 150-60 gyerek fesztiválozik ma itt a Sótvatkerti városi pályán. A játéktérről mit lehet tudni? Látom, hogy nagyon sok bója van, kisméretű kapuk vannak, tehát milyen méret, milyen játékszabályok szerint fociznak a gyermekek? Hát a játékszabályok, a Funinho játékot próbáljuk erőltetni az U8-9-es korosztálynál, a 3x2-es kapura játszanak a gyerekek, az óvodás korosztálynál pedig a játékos vetélkedők lesznek, amik a füves pályán vannak különböző pályák kialakítva, és azokon kell egy játékos dolgokat csinálni még a legkisebbeknél, a játék a lényeg, a labdarúgás megszerettetése, a játék megszerettetése, úgyhogy minél több változó pályát próbáltunk fölállítani, vagyis hát a csoportvezetőnk, az Újvári Gábor, aki a Sótvatkerti csoportnak a Bozsik vezetője, és a Sótvatkerti Téje rendezésében az edző kollégák minél több és látványosabb, változatosabb pályát próbáltak megoldani, hogy a gyerekek minél jobban érezzék magukat, és annak is külön örülünk, hogy nagyon sok szülő elkísérte, az idő kegyes volt hozzánk, úgyhogy úgy gondolom, szuper körülmények között, szuper lehetőségekkel és nagy reményekkel vágunk nekik, legalább itt jól érezzük magunkat, ha már a válogatott szinten nem tudtunk sikeres hetet zárni, mert az sajnos sikertelen volt. Régiós, körzeti, koordinátori feladatokat látsz itt el Sótvatkerten. Mivel jár ez, miket ölel fel, úgy helyi szinten, mint a környék településeit összevonva? Hát ez a feladat, ez azzal jár, hogy ugye tartani kell mindenféle, tehát az egyesületekkel itt a környékbe, Kecel, Akasztó, Sótvatkert, Kiskörös, ez a körzet tartozik ide hozzánk, ővelük tartani a kapcsolatot, a tornákat szervezni, lebonyolítani, illetve hát ugye nem kevés adminisztrációs munkával jár, tehát fölvinni gépre az MLS-nek a honlapjára. Ebben a programban előírások vannak esetleg arra, hogy milyen játékidő, milyen játékterek, milyen gyakorlatokat kell végeztetni a gyermekekkel? Azok az előírások vannak, hogy minden ugye itt 4 korcsoport van tulajdonképpen, ma, ami itt van, az ugye az U, tehát az óvodások, illetve az első-második osztályosok, ez egy fesztivál, ami jövő héten lesz, az egy torna, ott már a harmadik-negyedikesek, illetve az ötödik-hatodikasok játszanak, az torna, ott egymás elleni mérkőzések vannak, vannak előírások, pályaméretek, kapuméretek, labda, és van játékidő, tehát az összjátékidőt nézik azt, hogy egy gyereknek, egy csapatnak mennyit kell játszani, és úgy mérjük az időt, ahhoz képest próbáljuk forgatni a gyerekeket.
régóta dolgozol már a labdarúgásban, korábban labdarúgó voltál. Hogyan látod a viszonyokat? Ez a program, a Bozsik program mennyire szolgálhatja a fiatalok fejlődését, esetleg egy-egy tehetség kiválasztódását? Jó úton haladunk, az tény és való. Persze vannak kis kapuk, meg vannak még olyan területek, ami azt hiszem, hogy fel kellene tárnunk. Biztos, hogy találunk itt azért olyan játékosokat, meg fel lehet fedezni. Hogyha beváltja azt az utat, amit az MLS gondol, akkor lesznek majd valószínű innen kikerülő játékosok. Ha nem, esetleg újabb szél jön, majd az MLS-en belül, akkor nem valószínű. Sótvadkerten mennyi gyermekkel dolgoztok jelenleg, hogyan haladnak a munkák? Hála Istennek azt mondhatom, hogy a tavalyi évhez képest növekedett a gyereklétszám. Minden korcsoportban legalább 15 gyerek jött össze, tehát foglalkozik a labdarúgása. Hála Istennek vannak lányaink is, kollega dolgozik velük, úgyhogy azt mondhatom, hogy növekedett a gyereklétszám. Adott minden a jó munkához, dolgozunk, mi csak abban hiszünk a munkában. Mennyire telítettek a korosztályok, gondolok itt arra, hogy néha szokott lenni gond, ugye, hogy egyes évjáratokban ugye kevesebb gyermek van. Hogyan sikerül ezt évente feltölteni? Gondot jelent-e ez Kiskörösön esetleg a programban való részvételben? Hát az igazság az, hogy ugye minden év más és más. Mindig kell egy bizonyos időszak ahhoz, például az óvodásoknál, ugye, mert ott kezdünk. A többi korosztályt azt adjuk tovább, azért ott csak egy a feladat megőrizni, vagy még gyűjteni hozzá. És jelen pillanatban ott tartok, az óvodásokat most már évtized óta én csinálom, hogy 15 gyerek van most, és a 15 gyerekből, hát most azért nem tudott eljönni mindenki, az igazság az, hogy szüreti bál volt nálunk, és az utolsó edzés, az pont pénteken volt, akkor el kellett halasztani, és hát sajnos volt olyan is, aki nem tudta, hogy most program van, de nagyon-nagyon jó, és a létszám, és nagyon lelkesek, és amit én mindig meg szoktam külön köszönni, az, hogy a szülőknek olyan a hozzáállása. Ez egy nagyon szép kifejezés, szó, és tényleg remek a hozzáállásuk. Itt vannak, szurkolnak, visznek bennünket, hoznak. Most ugyan busszal jöttünk, de én más programokra gondolok, úgyhogy azt gondolom, hogy van értelme ennek a Bozsiknak, és amit én már máskor is mondtam, így ugyan nem Soltvadkerten interjú voltak meg ezügybe, de hogyha hosszú távon is, tehát nem most, nem éveken belül, de az biztos, hogy évtizedeken belül ennek lesz eredménye, mert mindig a tömegből, mindig a nagy tömegből kerül ki azért majd az a tehetség, ahonnan ugye egy merítenünk kell, és azt a nagy tömegből tudjuk meríteni. Azt is tudom mondani egy összehasonlításképpen, hogy tulajdonképpen a Bozsik az egy kicsit a Grundnak a folytatása. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan Grund, ami rendszeressége mindenütt most már programba illően, mi például minden héten megyünk, mert a nagyobbakkal kiemelt bajnokságba megyünk Budapestre, és hát szerencsére ott például olyan szenzációs eredményeket érnek el, hogy legutóbb a Fradit verték 9-1-re, előtte az Újpestet, azt hiszem 10-2-re, de nagyon neves és nagyon jó csapatok ez a Budapest által rendezett kiemelt bajnokság, tehát országos kiemelt bajnokság. Ebbe a korosztályba tényleg úgy gondolom, hogy nagyon jók vagyunk, és szerencsére mindenütt vannak olyan szülői segítségek, itt mondok neveket, például Takács Gábor, aki a fián keresztül minden meccsen ott van, ha kell, akkor átvállal még olyat is, hogy ő állítja össze a csapatot, ha esetleg mi nem tudunk menni, de ugyanígy a Kriskó apuka, Madarász apuka, Dudás anyuka, tehát itt tényleg egy kicsit, most azt gondolom, hogy több nevet kellene mondanom, de időhiányába ezeket szeretném. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Soltvadkerti magazinnal.